Mindenkit szervusztok. Én remélem nem okozok a csalódást, hogy most elmondom, hogy ennek a évben az IKT-hez köze lesz, hogy már jön, és IKT-t közhasználatok üzletítésére. Aztán persze majd jön, akkor a feladatoknak, akkor elképzelhető az IKT-játék. Akár IKT-használattal is tudtok majd kezdeményezni. Akkor rá is térnék a címre. Hallottok egyébként? Most jó a hang? Jó, akkor próbálok nem túl sokat mozogni és hangosabban beszélni. Az előadásomnak az a címe, hogy kint vagy bent legyen kooperatív. Nagyon sokat hallunk mostanában arról, hogy kooperatív módszerekkel a gyerekek puha készségeinek fejlesztése mennyivel könnyebb és milyen hasznos, de én azt szeretném ezzel a webináriummal elérni, hogy mire vége van ennek az egy órának, addigra ti is úgy gondoljátok, hogy talán nem mindig a leghatékonyabb, hogyha csak bent maradunk a tanterembe, ki is lehet menni, és hogy miért menjünk ki, erről fog szólni nagyjából a mai webinárium. Bizonyára ti is érzitek a különbséget a között, hogy egy kávét bent isztok meg, vagy kint isztok meg. Úgy gondolom, hogy észrevehetjük magunkon, hogy mennyivel jobb érzés. Nagyon halk most is azt látom, hogy többen mondják, hogy nagyon halk. Én próbálok hangosítani az én mikrofonomon, hogy tudok. Most egy kicsit talán jobb. Igen, sokan jól hallanak, de akkor elképzelhető, hogy a hangszórókat kell egy kicsit feljebb venni. Akkor folytatom. Tehát, ha leülünk, és, vagy sétálunk, és úgy isszuk meg a kávénkat, teánkat, és közben a gondolataink mindenfelé járnak, akkor mégiscsak kellemesebb egy kicsit az a délelőtt, az az egy óra, az a 10 perc. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek ugyanígy vannak ezzel. Azok a gyerekek, akiknek 6-7, sokszor 8 órát is az iskolában el kell tölteni, azok biztosan örülnek neki, hogyha legalább egy, maximum 2 órán kivisszük őket a szabadba, és azokat a feladatokat kint oldatjuk meg velük, amiket egyébként bentre az osztályterembe terveztünk. Miért is jó, hogyha a tantermen kívül vagyunk? Hát én gondolom, hogy ezek nagyon evidensek, hogy napfény, meg levegő, meg tér, de mindez bizony segíti a gondolkodást, és hozzájárul a lelki-fizikai egészséghez. Arról nem is beszélve, hogy talán még a gyerekek érdeklődését is jobban fel tudjuk kelteni, hogyha nem mindig a négy fal között ülünk velük. És azt is megemlíteném, hogy amiket kivisszünk feladatokat, azok nagyrészt olyan társas feladatok kellenek, hogy legyenek, amelyekkel aztán a kommunikációs készségeiket és a társas készségeiket is fejleszthetjük. Nagyon fontos, amikor egy kinti órát tervezünk, hogy arra jól felkészüljünk. Én összeszedtem itt 6 dolgot, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy jól sikerüljön egy ilyen tantermen kívüli óra. És az első, ami nagyon természetes, hogy öltözünk kényelmesen, de hát ez nem mindig olyan könnyű nekünk, különösen nem, de a gyerekeknek sem, hiszen vannak iskolák, ahol azért megmondjuk, hogy mit vehetnek fel, mit nem vehetnek fel. Én mégis azt mondom, hogy az öltöz kényelmesen, az mindenképpen azt jelenti, hogy az időjárásnak megfelelően, melegen, kényelmes cipőben, mert anélkül nem lesz élvezetes a játék. Mindenképpen tervezzük meg. Ha nem tudjuk, hogy mit miért csinálunk, akkor egy káosz lesz az egész, pont úgy, mint bent a tanteremben. A gyerekek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy elmondják, hogy ők mit szeretnének tanulni külső helyszínen, és az is fontos, hogy vonjunk be egy kollégát, azért, hogy legyen segítségünk, azért, hogy tudjunk előre készülni, azért, hogy legyen a tantestületben még támogatónk, és hát, ha ő is annyira megszereti ezt a dolgot, hogy aztán már ő is befon majd még egy kollégát, és még egyet, és így tovább. És amit nem írtam le, az azért mégis nagyon fontos, hogy nem csak a kollégát kell bevonni, hanem mondjuk az iskola vezetést is, mert az nagyon fontos, hogy egy támogató iskola vezetés legyen a külső helyszíneken tartandó órákhoz.
Természetesen itt is világos szabályokat kell lefektetnünk, amelyeket a gyerekek ismernek, amelyeket betartanak, a normákat mindig meg kell beszélnünk. És hát az első dolog, amivel kezdhetjük a kinti órát, hogy az iskola környékét felfedezzük, és megnézzük, hogy mi mire alkalmas. Van-e a közelben egy kis park, milyen épületek vannak, milyen terek, milyen esetlegesen kertes házak, amelyeknek a kertjei is alkalmasak lehetnek. Tehát fedezzük fel a környéket. Nagyon sokan mondjuk azt, hogy azért nem megyünk ki, mert. De lehet, hogy csak magunk gyártjuk ezeket az akadályokat. Hideg van, esik az eső, de hát feltalálták már a dzsekit és az esernyőt is, hogy piszkos lesz a ruha. Én nem hiszem, hogyha a gyerekek úgy mennek haza, hogy elmesélik, hogy mennyire élveztek valamilyen órát, akkor a szülő nagyon bánná, hogy piszkos lesz a ruhájuk. Az egy jó indok, hogy sok időt veszel az öltözködés, de hogyha ezt gyakrabban csináljuk, akkor a gyerekek is megtanulnak kicsit gyorsabban öltözködni. És hát az is egy jó indok, hogy nem akarnak kimenni a gyerekek. De akkor a legelső dolog, hogy megtudjuk, hogy vajon miért nem, és lehet, hogyha azokat az akadályokat elhárítjuk, akkor utána már jobban rá tudjuk őket venni. És ez még nagyobbaknál is működik, középiskolás gyerekekre is gondolok, most nem csak a kicsikre. Két diát szántam mindössze arra, hogy összefoglaljuk gyorsan, hogy mi is ez a kooperatív tanulás, pusztán azért, hogy utána majd a játékot, amit megnézünk, azt értsük. A kooperatív tanulás az nem egyenlő a csoportmunkával feltétlenül. Itt egy jól struktúrált csoportmunkáról beszélünk, olyan heterogén csoportot kell létrehoznunk, amelyekben a gyerekek státusz és képesség alapján kerülnek, de mindig a tanár állítja össze a csoportot, és soha nem a gyerekek önállóan választják ki, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni. A csoport minden tagja felelős azért, hogy mindenki megértse a feladatot, mindenkinek van saját szerepe, és a feladat mindenképpen interakciót vagy kooperációt kíván. És addig nincs kész senki, amíg az egész csoport nincs kész a feladat megoldással. Nekünk tanároknak létre kell hoznunk ezt az egymástól való függést valahogyan. Hát néhány ötlet ahhoz, hogy mi nagyon kell ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Hát például olyan nyitott feladatok, amelyek nem egyszerűen igen vagy nem választ kívánnak, vagy nem egyszerűen egy-két szóval kell megválaszolni őket, legyen lehetséges a válaszok begyűjtése más-más aspektusból is. A feladat igényeljen különböző készségeket, képességeket, hogy minden gyerek tudjon benne feladatot vállalni, legyen minden diák fontos ebben a csapatban, és kell, hogy legyen időkorlát, hogy ne parttalan beszélgetésekké fajuljon a feladat megoldás. Egy kooperatív csoportban mindig vannak szerepek, amelyeket a tanár az alapján ki kell, hogy osszon, hogy mennyire ismeri a gyerekeket, és hogy kinek milyen képességét, készségét szeretné előtérbe tolni, vagy éppen fejleszteni. A csoportokban vannak szervezők, adminisztrátorok, anyagmozgatók, időmérők és harmóniateremtők, és ezeknek a szerepeknek a részletes dolgait én most nem mondanám el, csak egy-egy pici mondat erejéig, hogy például a szervező az, aki mindig tudja, hogy a többiek értik-e a feladatot, mindig tudja, hogy most mi következik. Az adminisztrátor az, aki le tudja írni a dolgokat, neki fogják azt mondani, hogy akkor te legyél az íródeák. Az anyagmozgató az, akinek én tanár átadom majd a feladat megoldásához szükséges anyagokat, ő jöhet ki egyedül a tanári asztalhoz, ő viszi helyre a szükséges dolgokat. Az időmérő az, aki gondoskodik arról, hogy a feladatra, ha 6 percet adtam, akkor biztosan 6 perc alatt be is fejezzék a gyerekek. És a harmónia teremtő az, aki elsimítja a vitákat. Hogyha a gyerekek nem nagyon jól boldogulnak a feladat megoldással, és vitatkozni kezdenek, akkor ő az, aki tudja, hogy bánjon velük, tudja, hogy kinek mit mondjon, hogy aztán ez ne vitatkozássá fajuljon. Nekünk magunknak is nagyon sokat kell változnunk. A tanári szerep változásáról már biztosan nagyon sokat hallottatok, és én is azt gondolom, hogy az elmúlt években, évtizedekben ez nagyon-nagyon gyakran előforduló probléma, hogy
mi tanárok, vajon előadók vagyunk, vagy segítők, vagy feladatszervezők. Én azt gondolom, hogy a kooperatív tanulásban a legfontosabbat írtam legelőre, hogy a felelősség a tanulásért a diákra ruházódik. Ha a kooperatív feladatot jól szerkeztem meg, akkor a gyerekek vállalják a felelősséget azért, hogy amit én meg akartam tanítani, azt valóban meg is tanulják. Én csak figyelem a diákokat, jegyzetelek, magatartási mintákat tanulmányozok, és nézem, hogy majd a következő kooperatív feladatban milyen szerepet adjak egy-egy gyereknek. A szerepeket betartatja a tanár, visszajelzéseket ad, természetesen kiadom a feladatot, megtanítjuk az együttműködés normáit, megalkotjuk a csoportokat, én határozom meg persze a szerepeket is, és biztosítjuk az elszámoltathatóságot a munka eredményéért, hogy mindenki tudja, hogy neki itt most dolgozni kell, mert ha nem lesz kész a csoport, akkor annak vannak következményei. Én két játékot hoztam mára, amelyet külső helyszínen el tudok képzelni, mind a kettő kooperatív játék, és majd ehhez kapcsolódik az a feladat is, amit majd szeretném, ha esetleg együtt meg tudnánk itt most oldani. Az első a fogalomcsoportosítás, vagy klaszterek. Hát minden tantárgyban, történelemben, földrajzban, matematikában, minden tantárgyban kell fogalmakat tanulni a gyerekeknek. Itt ebben a játékban sorba állnak a gyerekek, mindenki kap egy-egy definíciót, de minden definíció valamilyen módon egy csoporthoz tartozik. A gyerekeknek ezt a csoportot kell megtalálniuk, nem mutathatják meg egymásnak a papírlapjukat, beszélgetniük kell egymással, és megbeszélni, eldönteni, hogy akkor ki melyik csoporthoz fog tartozni, melyik klaszterbe kell majd állnia. Amikor már a csoportok kialakultak, akkor a csoporttagok együtt megnézik, hogy akkor miért is vannak együtt. Csoport szószólót választanak, aki aztán majd elmondja, hogy mi volt a csoportalkotás alapja, és itt, ha valaki nem jó csoportban van, ez kiderül a többiek számára, a többi klaszterben levő diák számára is, akkor helyet cserélhetnek. Bővíthetjük ezt a feladatot úgy is, hogy a két-két klaszternak adunk aztán majd feladatot, amivel az óra végére aztán majd az egész osztály együtt old meg egy bizonyos feladatot. Most hogyan lehet ezt a feladatot kivinni? Hát egyrészt úgy, hogy egy papírlapot elolvasni, egy kis definíciót elolvasni, ahhoz nem kell tanterem. Mivel a gyerekeknek mindenkinek egymással beszélgetni kell, egy szabad tér sokkal nagyobb teret enged, mint egy berendezett osztályterem. Mivel prezentáció nincsen, ezért igazából nincs szükség arra, hogy mindenki mindenkit lásson és mindenki mindent halljon. A legvégén a csoportok együtt összetudják a fejüket és tudnak beszélgetni. Én arra kíváncsi lennék, hogy tudnátok-e gondolni a saját tantárgyatokat illetően olyan fogalmakra, vagy olyan feladatra, amit egy ilyen klaszter játékba be tudnátok vinni. Hogyha tudtok gépelni, akkor nyugodtan egy-két perc szünetet tartok. Így nagyon jó szófajok, már jött is egy válasz. Többen is gépelnek. Sorozatok. Gondolom matematikai sorozatok. Síkidomok csoportosítása. Síkidomok, úgy látom, hogy matek tanárok vannak. Hardverek. Jó informatika is. Azért örülök ennek, hogy itt látjátok, hogy mennyi tantárgy megjelenik, hogy nem csak testnevelés órán lehet kimenni az osztályteremből. Költői képek. Ez irodalom. Élőlények csoportosítása, biológia, nagyszerű szorzótábla, informatika történet. Tehát látjátok, hogy van egy csomó minden, amit ebbe a klasszer feladatba beleilleszthetünk. Én egyébként idegenforgalom, vendéglátás, turizmus tanítok angolul, és egy ilyen feladattal oldottam meg a szállodafajták csoportosítását is. A következő feladat, amit mutatnék, ezek nevek és tulajdonságok. Körben állnak a diákok, és adnak maguknak egy nevet, amely a tulajdonságukat fedi le. A következő diák egyetért, vagy nem ért egyet, és ad a társának egy másik nevet, ami szerinte jellemző. Persze itt is negatív tulajdonságot nem adunk. Amikor már mindenkinek van két neve,
akkor a tanár kérdéseket tesz fel, amellyel kiállítatja a csoportból azokat, akik a kérdésekre igennel tudnak válaszolni, és megmondhatják, hogy egyetértenek-e a kapott nevükkel, vagy nem, és miért nem. Ez egy személyiségfejlesztő játék, illetve a kommunikációt fejleszti, valamint az érvelést is. Osztályfőnöki órára is ajánlott, magyar órán a melléknevek gyakorlására is használható, de angol órán, amikor a tulajdonságot jelentő mellékneveket tanuljuk, akkor is jól használható. És azt gondolom, hogy bele lehet illeszteni más tananyagot is, mert nem feltétlenül csak nevek adhatók, hanem egyéb más definíció alapján is tudunk a diákoknak nevet adni. Én most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy gondoljátok át, hogy egy olyan feladatot hogyan tudnátok a szabadba kivinni, amit már most is szerettek, gyakran csináljátok, kooperatív játék, de eddig az osztályteremben voltatok vele. Várom, amíg gépelgettek. Egy-egy ötlet. Az is jó, ha átgondoljátok, hogy hová vinnétek ki. Van-e iskolai udvar? Mérések az udvaron. Páros-páratlan számok szétvadása. Esetleg írjátok oda, hogy hogyan tudjátok elképzelni ezt kint. Átváltást látok, igen. Arra szeretnélek rávenni benneteket, hogy egy kicsit tervezzetek most magatoknak egy olyan játékot, amit kivinnétek az udvarra, vagy a közeli parkba. Hová, miért? Iskolapark. Irányok nagyon jó. Gondolom, ti is látjátok a csetszobát. Az udvaron található dolgokat mérjük le mérőszalaggal. Hát igen, ez azért úgy adja magát. Gondoljunk arra, hogy ezt hogyan tudjuk kooperatívvá tenni. Sokan gépelnek. Kíváncsian várom az ötleteket. Én most nem nagyon látok semmit, igen. Egy mér egy ellenőriz, egy jegyzettel, ez nagyon jó. Ez a papírmérőszalagos, igen. Összefoglaló kérdések, mindenki egy kérdést kap, arról beszél egy másiknak, majd cetlit cserélnek, keresnek másik partner, akinek már az új kérdésről mesélnek tovább. Igen, nagyon jó. Amit én szeretnék kiemelni itt a kint kooperatívamban, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor egy órára készülünk, akkor annyi minden eszünkbe jut, hogy mit vigyünk be az órára. Rengeteget vagdosunk, rengeteg papírral érkezünk. Én azt gondolom, hogy ha kint tervezzük az órát, akkor ez nagyban segít nekünk leegyszerűsíteni a dolgokat, mert ezért az udvarra nem tudunk magunkkal vinni annyi mindent. Nem is nagyon lenne egyébként jó. Itt ez is fontos lenne, hogy egyszerűsítsük a tanítást. Itt látok egy olyat angolból falevelekből állatokat kirakni, egy gyűjt, egy kirak, egy korrigál, nagyon jó, és a nevüket is meg tudjuk tanítani. Nagyon jó feladatnak tűnik nekem. Állatokhoz tulajdonságok gyűjtése is. Másik csapat találja ki, melyik állatra gondoltak. Webinárium a téli szünetben Istvántól, udvar a Kárpát-medence. Nagyon jó. Köszönjük. Nos, dolgoztok még? Valakinek van még ötlete?
Látom, hogy még Zsuzsi gépel. Többen is. Esetleg eldugni az udvaron a feladatokat. Hát igen, ez nem rossz ötlet, csak arra gondolj, hogy mi van, ha nem találják meg valamelyik alkotó elemét a feladatnak, ami nagyon fontos lenne. De hogy mégis vigyünk egy kis IKT-t a dologba, ugye mondtam, hogy egy-egy ötlet erejéig a végén azért sort keríthetünk erre, és hogy megbeszéljük, hogy hogyan lehet ide az IKT-t bevinni. Vannak mobiltelefon alkalmazások, amiket mobiltelefonra, tableten le lehet menteni, és azokkal például vonalkódos keresővel, vagy applikációkkal, amelyen térképeket tudunk olvastatni, akkor az udvaron eldugott dolgokat is meg tudják találni, vagy egy parkban eldugott dolgokat. Kinder tojás belsejébe is el lehet dugni dolgokat, azt írja valaki, az sárga, feltűnő, megtalálják. Igen, hát szerintem a kisgyerekek ezt nagyon fogják élvezni, hogyha kinder tojásokat keresgélhetnek az udvaron óra alatt. Nos, azt gondolom, hogy nagyjából ennyi volt az, amit én a mai napra szántam arról, hogy miért éri meg kivinni az udvarra a gyerekeket, kimenni a parkba velük, és ott olyan feladatokat megoldatni, amelyek a tanulást segítik. Nem egyszerűen csak olyan feladatokat, amelyel a csapatot építhetjük, mert ugye a testnevelés során nagyon sok ilyen csapatépítő játékot játszanak a gyerekek, ezek is egyébként mind kooperatív játékok. De amivel mondjuk egy történelem órán, egy biológia órán ki tudunk menni, és biológia órán is, ugye egy parkban a fák, a növények mind adottak, azért sokkal jobb ott tanítani a gyerekeknek is, és nekünk magunknak is, hiszen én a gyerekeket említettem, akik naponta 6-7 órát bent töltenek az osztályterembe, de mi ugyanúgy bent töltjük az órákat a termekben, és talán nekünk is egy kicsit nagyobb motivációt ad, hogyha a helyszínt változtatunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és nagy szeretettel várom a kérdéseket. Nagyon szívesen látom a... Írjátok, köszönjük. Igen, ez élménypedagógia is. Jól látod. Igen, azt gondolom, Katinak válaszolok, aki azt kérdezi, hogy egy 45 perces óra keret elég egy ilyen tervre. Igen, azt gondolom, hogy 45 perc alatt nagyon-nagyon sok mindent meg tudnak a gyerekek tanulni, hogyha a feladatok jól vannak szerkesztve, és nem mi magunk akarunk mindent elmondani. Én azt gondolom, hogy az iskola udvarra lejutni a tanóráról az már 2 perc alatt sikerülhet. Egyébként pedig, hogyha előre tervezünk, akkor az előző órán már tudjuk a gyerekeknek mondani, hogy a következő matek órán az udvaron találkozunk, mit hozzanak magukkal, és mire becsengetnek, addigra ők már lent lehetnek. Nem vagyok persze matek tanár, tehát nem tudom, hogy a matek feladatokat az udvaron hogyan lehet megoldani, de hát ti pont olyan kreatívak vagytok, próbáljátok meg ezt megnézni, hogy mi az, amit te ki tudsz vinni az udvarra. Természetesen nincs arról szó, hogy minden órát az udvaron kell tartani, arról van szó, hogy időnként vigyük ki a gyerekeket, hadd élvezzék az órát, hadd legyen más a környezet, hadd motiválja őket a természet. Ennek örülök a legjobban, azt írod, megmozgattad a fantáziámat. Nagyon örülök, ha megmozgattam. Ez volt a terv, hogy mindenkinek a fantáziáját kicsit megmozgatjuk, és gondolkodtok azon, hogy a jövő héten, vagy akár már ezen a héten, melyik órát tudnátok kivinni egy közeli parkba, vagy az udvarra.
Van még valakitől? Addig is, amíg esetleg Kérdés, valakinek van valami hozzászólás? kérdése, ide raktam a... Hallasz most? Vagy a többiek esetleg hallanak rendesen? A link, amit ide raktam, ez az oklevélnek a linkje. Aki szeretne oklevelet, akkor ezen a linken keresztül tud most jelentkezni. De várunk még kérdéseket, ha bárkinek van kérdése. Hogyha nincs több kérdés, akkor viszont elköszönünk tőletek, további szép estét kívánunk, illetve most akkor egy páran még írnak. Köszönöm, hogy eljöttetek, és megtiszteltetek azzal, hogy meghallgattatok. Élményekben Köszönjük, szép basztatlanítást. estét mindenkinek!